Egy általunk kedvelt színész halálhírét mindig rosszul esik hallani. Különösen megrázó, ha az adott illető a fiatal éveiben van, és teljesen váratlanul ér bennünket az, hogy eltávozott. A mai videóban olyan színészekre emlékezünk, akik tragikus hirtelenséggel és túlságosan fiatalon hagytak itt bennünket, különféle okokból kifolyólag. Én nem az a srác vagyok, és tartsatok velem! Paul Walker 1973-ban született, és sorozatszínészként kezdte karrierjét a 90-es években. Az élete egy csapásra megváltozott, amikor 2001-ben szerepet kapott a Halálos iramban című filmben, ami később hatalmas franchise-á nőtte ki magát. Paul Walker pedig ott volt már a kezdetekben is, így ő is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a sorozat ennyire népszerűvé vált. Ezt követően kisebb szerepeket vállalt más filmekben is, de a legfőbb film a karrierjében egyértelműen a Halálos iramban volt. Walker hatalmas autórajongó volt, és az évek során összegyűjtött egy 30 autóból álló egyedi kollekciót is. Ironikus módon Paul Walker halálát is éppen a sebesség okozta. 2013. novemberében a színész és egy barátja éppen egy jótékonysági eseményről tartottak hazafelé egy 2005-ös Porsche Carrera GT-vel. Walker barátja elvesztette uralmát a sportkocsi felett, és egy lámpaoszlopnak csapódtak, majd két fának. Az ütközés következtében a Porsche kigyulladt. A balesetet egyikük sem élte túl, mindketten bennéktek a kocsiban. Mivel olyan úton szenvedtek balesetet, amit előszeretettel használnak driftelésre, így felmerült ennek a gyanúja is, azonban nem találtak driftelésre utaló nyomokat. Az viszont tény, hogy a megengedett 70 km/h helyett 130 és 150 km/h közötti tempóval haladtak. A baleset fő oka azonban nem csak a sebesség, de az autó kopott gumiabroncsai is lehettek. Paul Walker 40 éves volt. Chadwick Boseman 1976-ban született, és ő is kezdetben főként sorozatokban játszott. Feltűnt például a Vészhelyzetben, a Harmadik műszakban és a New Yorki helyszínelőkben is. A tévénézők tehát jól ismerték korai munkásságát. 2016-ban aztán a moziba járó közönség is megismerhette, ekkor bújt legismertebb szerepébe, Challa-ként, vagyis a Fekete Párducként az Amerika Kapitány Polgárháború című filmben. Innentől kezdve indult be igazán a karrierje. Ezt követően pedig a Bosszúállók filmekben is ő játszhatta Challát. 2018-ban pedig a karakter önálló filmet is kapott, ez lett a kritikusok által is elismert Fekete Párduc. A film történelmet írt az Oscaron, már a jelölések számával is, legjobb film kategóriában pedig olyan ritka a képregény mozik száma, mint a Fehér Holló. A film végül 3 Oscart zsebelt be, 2-t a dizájnjáért, 1-et pedig a zenéjéért. Nem is volt kérdés, hogy folytatják a sztorit, és hamarosan bejelentették a Fekete Párduc második részét. Éppen ezért is döbbent le mindenki, amikor 2020. augusztus 28-án megtudta a tragikus hírt. Chadwick Boseman 43 éves korában elhunyt. A színészt még 2016 során diagnosztizálták 3-as stádiumú vastagbélrákkal, amely aztán 4-es stádiumba lépett 2020 folyamán. Boseman a nyilvánosságnak ebből semmit sem árult el, csak a családja és még néhány ember tudott a betegségéről. Úgy vett részt az MCU filmek forgatásán a kezdetektől fogva, hogy közben halálos beteg volt és kemoterápiára járt. Bizonyára komoly fájdalmai is lehettek, de az álmát még ekkor sem adta fel. A rák azonban végül sajnos felülkerekedett rajta. Boseman 2021-ben posztumusz Oscarra jelölték legjobb színész kategóriában a Ma Rainey, a Blues nagyasszonya című filmért, de a díjat végül nem ő nyerte meg. Heath Ledger a 2000-es években tett szert komolyabb hírnévre, miután olyan filmekben szerepelt, mint a Hazafi, a Lovagregény és a Túl a barátságon. A 2008-as Sötét lovakban ő formálta meg Batman nemezisét, Jokert. Ledger félelmetes volt a szerepben, és ez az egészségére is kihatással volt. 2008. január 22-én délután 3 óra magasságában Heath Ledgert eszméletlenül találta meg a bejárónője és a masszőre a színész Manhattani otthonában.
Arizonában. Ledger masszőre a színész barátjához, Mary Kate Olsenhez fordult segítségért. Mivel Mary Kate ekkor Kaliforniában tartózkodott, így egy New Yorki biztonsági őrként dolgozó ismerősét küldte a helyszínre. Megpróbálták újraéleszteni a színészt, de sajnos nem jártak sikerrel. A mentősök hamar kiértek a helyszínre, és még 3:30-kor is küzdöttek a színész életéért, ám sajnos mind hiába. Heath Ledger 28 éves volt. A színész halálát véletlen gyógyszertúladagolás okozhatta. Szövetségi nyomozás is indult az ügyben, ahol Heath Ledger korábbi orvosait is kihallgatták a színész halála kapcsán. Mint kiderült, az orvosok nem azokat a gyógyszereket írták fel Ledgernek, amik a halálát okozták. Végül felmentették őket, azonban a mai napig nem tudják biztosan, hogy a színész honnan szerezhette be a gyógyszerek ezen kombinációját. Heath Ledger a 2009-es Oscar gálán posztumusz díjat kapott Joker megformálásáért. Andy Whitfield talán némileg kivételnek tekinthető ebben a listában, hiszen ő nem szerepelt nagyobb költségvetésű mozifilmekben rövid karrierje során. Ám ettől függetlenül is nagy reménységnek tartották, és egy jövőbeli fényes csillagnak Hollywood egén. Végül azonban Andy sosem bizonyíthatta be rátermettségét a nagyvásznon. A színész a kiemelkedően népszerű 2010-ben induló Spartacus Vér és Homok sorozat címszereplőjeként vált ismerté. Nyugodtan mondhatjuk, hogy közönségkedvenc karaktert alakított. Chadwick Bosmanhez hasonlóan a sorozat forgatásának kellős közepén diagnosztizáltak Whitfieldnél 4-es stádiumú nyirokdaganatot. A szükséges azonnali kezelések miatt a Spartacus második évada is késett. A sorozat készítői ezért beiktattak egy előzmény szériát az első évad után, hogy kitöltsék az addig fennálló űrt, és így várják Whitfield gyógyulását. A színész azonban sajnos nem lett jobban. 2011. szeptemberében szervezete feladta a küzdelmet a rákkal. Andy Whitfield 39 éves volt. Anton Jelcin 1989-ben született az akkori Szovjetunióban, Leningrádban. 6 hónapos volt, amikor szülei az Egyesült Államokba költöztek. Anton gyerekszínészként kezdte karrierjét a 2000-es évek elején, és több ismert filmben is játszott. Feltűnt például az Atlantis gyermekeiben, és több sorozatban is. 2009-ben érkezett el számára az igazi áttörés, amikor a Star Trek rebootban megkapta Chekhov szerepét. Ezt követően felfele ívelt a karrierje, és több nagy költségvetésű filmben is feltűnt. Valamint persze a Star Trek 2013-as és 2016-os folytatásaiban is. Dacára az egyre nagyobb sikereinek és a hollywoodi tevékenységének Jelcin egy igazán szürreális és értelmetlen halált halt 2016 nyarán. A végzetes napon nem érkezett meg egy próbára, ezért a barátai aggódni kezdtek érte. Végül Los Angeles-i házánál találtak rá egy sokkoló baleset helyszínén. Jelcin hazaért, kiszállt az autójából, majd a bejárati ajtó felé vette az irányt. Miközben az ajtót nyitotta ki, az autója egy Jeep Grand Cherokee rágurult a színészre, halálosan megsebezve őt. Jelcin vélhetőleg elfelejtette parkoló üzemmódba tenni az autót, nem húzta be a kéziféket, ezért gurulhatott rá az ajtóhoz vezető lejtőn a saját terepjárója. A színész a helyszínen életét vesztette. 27 éves volt. Nos, ez volt az 5 színész tragikus története, akik túl fiatalon hagytak itt bennünket. Nyilvánvaló, hogy mindegyikük előtt sikeres karrier állhatott volna, hiszen mind nagy népszerűségnek örventek. Viszont sajnos nem adathatott meg számukra a hosszú és tartalmas karrier teljes megélése. Azonban az ő közreműködésükkel készült filmekre és sorozatokra mindig emlékezhetünk, hiszen ezeket hátrahagyták egyfajta emlékként az utókor számára. Olyan lenyomatok ezek, amelyek nem tűnnek el csak úgy nyomtalanul, és mindig felelevenítik az emlékezetünket, amikor szükségét érezzük ennek. Ezért is különleges hivatás a színészet, hiszen valami maradandót alkotsz, amire az emberek akár több száz év múlva is emlékezhetnek, hogyha megmaradnak ezek a filmek az utókornak. Hiszen manapság is vannak olyan filmek, amiket az 1800-as években forgattak, és a mai napig még mindig elérhetőek, miközben a színészek már szinte
száz éve nincsenek az élők sorában. Szóval szerintem ezek a különleges dolgok. Amikor valami olyat alkotsz, ami tényleg egy korszakos dolog, és megmarad az utókor számára. Nem tudom, hogy az én YouTube csatornám meddig fog fennmaradni a halálom után, de remélem ez még a jövő gondolatai közé tartozhat egy jó darabig. Viszont ebbe azért tényleg félelmetes belegondolni. De talán egy picikét túl mélyre ereszkedtem most így a videó végére, végezetül pedig megkérdezném tőletek, hogy szerintetek van-e valaki, akiről megfeledkeztem a mai videóban, és érdemes lenne az ő karrierjéről is részletesebben beszélni, szóval írjátok meg a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapj ki egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!